Jó napot, jó estét kívánok! Mindannyiunk nevében szeretettel köszöntelek. Karácsony Gergely, a Párbeszéd újra választott társelnöke, frissen újra választott társelnöke, és Zugló polgármestere. Köszöntünk! Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy eljöttek. Mindjárt kellemetlenkedjek az elején, és aktuális legyek. Mikor találkoztál utoljára Mesterházi Attilával? Szombaton. És hogy zajlott a beszélgetés, ha lehet elárulni valamit róla? Hát nem, egy ideje nem beszélgettünk, talán az országgyűlési kampányban. Most csak kedvesen köszöntünk egymásnak, és kellett választani. Ennyi. Igen. És ez a kedvesség, ez nem tartott sokáig ezek szerint? Hát részemről fönntartom a kedvességet. Értem. Mi a véleményed? Az most nem fogom ismételni, mert a társaság jó része ismeri, hogy mit nyilatkozott rólatok. Hát én nem, hogy mondjam. Ugye a politikának mindig van egy olyan része, ami abban az értem, hogy nyilvánosságra tartozik, hogy segíti az ügyeket, hogyha nyilvánosan hangoznak el, és vannak olyan dolgok, amiket érdemes inkább a színfalak között megbeszélni, és ugye az ellenzéknek szerintem nagy problémája az, hogy ez a tányércsörgés az mindig kihaladszik, akkor is, amikor ez igazából nem segíti az ügyeket, és hát mi sem vagyunk ebben hibátlanok nyilván, de hogyha lehet, akkor én ezt úgy érdemben nem kommentálnám ezt a dolgot, nem akarom ezt szabosítani. Nyilvánvaló, hogy amikor különböző politikai szereplők együttműködnek, akkor az eredmény a lényeg, és az eredményi vezető út mögött azért vannak feszültségek, vannak viták, és egyelőre, hogy mondjam, viszonylag ügyesen kerültük azt, hogy ezek a viták a nyilvánosságot elérjék, vagy szórakoztassák, vagy éppen demoralizálják. A Fidesz valószínűleg szórakoztatja, az ellenzéki közvelemény meg inkább demoralizálja, és mivel én inkább egy fordított szereposztást szeretnék, inkább a Fidesz szeretném demoralizálni, és nem az ellenzéket, ezért kerülném azt, hogy ezt úgy érdemben kommentáljam. Nyilván nem véletlenül nem az MSZP tagja vagyok, nem véletlenül nem az MSZP-ben politizálok, miközben nagyon sok barátom meg a szónak most a tág értelme vett, hogy mondjam, az elvtárs szót akartam kerülni, de szóval, hogy hozzám hasonló gondolkodású ember van ott. Ezzel együtt is ezek az együttműködések soha nem problémamentesek. Térjünk egy másik, egy régebbi témára, mégpedig az LMP-vel való kapcsolatodra. Először csak úgy általánosságban, hogy jött létre az LMP és közted a kapcsolat, alapító voltál? Ez kérdés. Nem, az LMP ugye társadalmi mozgalomként 2008-ban alakult, és aztán pártként 2009-ben. Én sok mindenkit ismertem az LMP alapítói közül, többek között Schiffer Andrást is, és az LMP megalakulását megelőző ilyen kerekasszal beszélgetések jó részen ott megjelentem, mint vendég. És aztán, ha jól emlékszem, 2009 nyarán léptem be, akkor az LMP már megalakult, részt vett az első megméretetésen a 2009-es európai parlamenti választáson. És emlékszem, hogy éppen egy balatoni nyaralás, egy barátunknak a vendégszületetét élveztük, Balaton világosnak, van ez a gyönyörű fennsík, és akkor az András, aki egy notorius, tehát ő a telefonálás világbajnok szerintem, tehát ő rengeteget tud telefonálni, és akkor engem is hívott minden nap háromszor, hogy akkor mikor lépek már be, és akkor valahogy ott a balatoni naplementében ott így ellágyultam, és akkor mondtam, hogy jó, akkor bűzgyék, és nyilatkozatot. Ez tényleg így volt, sajnos úgy látszik, hogy ez nekem egy állandó karakterjegyem, hogy kicsit a úgy nógatni kell, hogy bizonyos dolgokat elvállaljak. Lényeg az, hogy én nem voltam ugyan az LMP alapító tagja, de ott voltam sok olyan rendezvényen, meg olyan beszélgetésben, ahonnan elindult, illetve az LMP-nek volt egy ilyen, még a megalakulás előtt egy ilyen stratégiai tanácsadó testülete, amelynek én számos ülésén részt vettem, és ott így okoskodtam arról, hogy mit és hogyan. Bizonyos szempontból az az érdekes, hogy amikor én
közszereplést vállaltam, ez tulajdonképpen 2010. januárjában volt, amikor én bejelentettem, hogy az LMP 2010-es parlamenti kampányát fogom vezetni, és azért félig meddig azért egy ilyen szakmai feladat volt, mert ugye kampányfőnöknek lenni az bizonyos szempontból nem egy hagyományos politikai szerep, és akkor én nagyjából úgy is éreztem, hogy ez engem bizonyos szempontból ez a része is érdekel. De az az érdekes, hogy én világéletemben politikával foglalkoztam, még mielőtt közszereplővé váltam, tehát... A Mediára gondolsz? Hát igen, ugye én a Medián nevű közönkutató intézetben voltam kutatásvezető, aztán kutatási igazgató, a Corvinus Egyetemnek a politikai tanszékén voltam adjunktus, írtam publicisztikákat, illetve hát voltam politikai tanácsadója is a Horn Gábornak 2006 és 2008 között. Tehát én a politikát úgy minden oldalról körbejártam már, és minden részét ismertem. Az a része, hogy az ember be is vállalja azt, hogy ő egy politikai párt színeiben a ténylegesen közszereplő feladatot vállal, az tőlem azért volt idegen, mert nekem volt egy nagyon erős politikai kötődésem a zöld gondolathoz. Viszont nyilván ebből is látszik, hogy az ember bármennyire is hiszi azt, hogy jó elemző, sokszor nem látja a fától az erdőt. Én azt gondoltam, hogy Magyarországon soha nem lesz zöld párt, és mivel én csak egy zöld pártban tudnék politizálni, ezért én soha nem leszek politikus. Egyébként érdekes, mert a viszonylag komoly emberek próbáltak engem politikai szerepre rábeszélni, liberális politikusok, akik igen, mindig hangosan röhögtem, és mondtam, hogy ezt ne vicceljetek, ez engem nem foglalkoztat. Miért ez a zöld? Nem azt mondtam, zöldség. Zöld hát bár. igen, szóval, hogy... Biológia tanár vagyok, úgyhogy nem esik messze ez a dolog tőlem. Tudom, a te szüleidet meg kertészmérnök voltak, igen. Nem véletlenül. Nem, nekem egy nagyon furcsa családi hátterem van, ilyen világnézeti szempontból, ha úgy tetszik. Abban az értelemben, hogy például az én dédnagypapám is vegetáriánus volt. Tehát ez az egész ökológiai gondolkodás az én... Én egyébként nem, mert én már túljutottam ezen a fokon, tehát... De egyébként komoly lelkispakolásom van minden, amikor marhús teszem, akkor mindig tudom, hogy az ökológiai lábnyomó most hatalmasan ő, mert ugye egy... És szegény marha. Hát igen. Bár az igazi... Nem akarok ebbe belemenni, szóval a húsfogyasztás az egyébként valóban egy problémás dolog fenntarthatóság szempontjából. Szóval azt akarom csak mondani, az én édesanyám, aki mai napig egyébként gyakorlatilag a kertjében él, és ugye mi nem tudtuk ezt, amikor én nyíltason locsoltam a fóliasátrat, és jöttek a szomszédok, és anyukám olyan furcsán néztek, hogy miért van a fóliasátorban büdöske ültetve a paradicsomok között, akkor senki sem értette, hogy miért van ez, pedig azért van, mert a krumpli bogár, ami ízletesen el volt akkor szaporodva, az utálja a büdöskét, és akkor nem kellett permetezni. Tehát nekem ez... Az, hogy ezt úgy hívják, hogy ökológiai gazdálkodás, meg hogy zöld gondolat, meg nem tudom, azt én nem tudtam. Én akkor 5 évesen hordtam a vödörbe a vizet, és elosoltam a paradicsomot. Anyukád most is nyíltosan él? Nem. Erdőkertesen lakik, már az egész családom elköltözött, igen, úgyhogy most már tulajdonképpen ezek a életemnek ezek a stációja, egyébként a Debrecen volt egy másik stációja az életemnek, az ott igazából már kevés rokonunk is van, meg ismerősünk, szóval Budapesten van a családom. Tehát lényeg az, hogy nekem főleg az édesanyám családja révén ez a gondolat, ez nagyon erősen ott volt. Én emlékszem, ugye amikor volt a csernobili katasztrófa, akkor én 9 éves voltam, és bennem nagyon mély nyomot hagyott, hogy akkor nem lehetett megenni a salátát. Anyukám mondta, hogy nem szabad megenni a salátát, és akkor kérdeztem, hogy miért. És akkor mondta azért, mert Szovjetunió felrobbant egy atomerőmű. És egyébként a bátyám, aki sajnos politikailag is fényt kapott. Igen, az Echo TV-ben fontosnak érezte elmondani a véleményét, amit én tiszteletben tartok. De ő meg atomkutatónak készült, és tényleg ilyen, nagyjából emlékszem erre a szituációra, hogy én ilyen 10 évesen próbálom a bátyámat, aki nálam 5 évvel idősebb győzködni, hogy az atomenergia az egy nagyon veszélyes dolog, és ma akkor ezen összevesztünk. Tehát azóta igen. Hát ebben az értelemben igen, hogy például az atomenergia kapcsán nekem van egy egy ilyen nagyon filozófiai szintű elutasításon, nem csak egy ilyen energiapolitikai természetű. Szerintem az ember ne játszon Isten, tehát nagyjából azt gondolom, hogy azok a technológiák, amiket nem tudunk uralni, azok minket fognak uralni, ezért óvatosabban kéne ezzel bánni. Tehát magyarán visszatérve arra, hogy hogyan lettem LMP-s,
Én úgy voltam vele, hogy ha lenne Magyarország, hát hogyha én Németországban élnék, akkor nyilvánvalóan nagyon lelkezöld szavazó lennék, sőt valószínűleg pártak, vagy nem tudom micsoda, de Magyarországon úgyse lesz ilyen párt, úgyhogy én úgy nyilván érdekel a politika, meg elmegyek szavazni, meg nyilván... Most van zöld párt Magyarországon? Hát van, a Párbeszéd az egy zöld párt. Ja, bocsánat. Ha nem tűnt föl, akkor ezt az valamit rosszul csináltam. Szóval ez a története, és akkor én azt láttam, hogy 2009-ben, amikor lehetett érezni, hogy részben a Jobbiknak a brutális berobbanás a magyar politikában, és akkor az a Jobbik még az a Jobbik volt, amely egyébként szerintem most is, de az a Jobbik volt, amely ennek, amikor belépett a Kolondra Magyar Gárdával és egyéb dolgokkal, cigány bűnözés szajkózásával, lehetett látni, hogy a Fidesz kétharmada az, tehát jött egy ilyen nagyon rossz előjel, ami a 2010 előtt ismert politikai rendszernek a válságából nőtt ki, és akkor az engem nagyon motivált, hogy na jó, hogyha már leomlottak azok a falak, amelyek a magyar politikát körülvették, és hogy bejön egy csomó rossz, akkor legalább valami jó is jöjjön be, és akkor én nagyon fontosnak éreztem, hogy az LMP-t segítsem, és ráadásul azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés találkozás volt az akkori politikai folyamatok szempontjából az, hogy az LMP-ben nagyon sok érték volt, amit ami ma már csak nyomokban van, de akkor tényleg azt gondolom, hogy gondolatisága, nagyon sok jó ember jött össze. Ebből persze lett probléma, hogy ezek nagyon különböző emberek voltak, mert a lehet más alatt valaki azt gondolta, hogy akkor egy új zöld pártot csinálunk, vagy valaki azt mondta, hogy egy új konzervatív pártot, egy új centrumpártot, egy új baloldali pártot, egy új jobboldali pártot. Mi leszünk az SZDSZ? Ilyen nem volt egyébként, ezt kívülről gondolták sokan, vagy ez így próbálták. Belül is. Igen, igen. Belül is én találkoztam. Hát lehet, hogy volt ilyen is, én ezt nem tudom. Viszont nem volt egyetlen egy ember sem az LMP-ben akkor, aki tudta azt, hogy mi egy kampány. Tehát, hogy az hogy kell csinálni, hogy ez mi az, hogy célcsoport, mi az, hogy hogyan kell megtervezni egy kreatív kampányt. Tehát, hogy én közönkutatóként tényleg nagyon sok kampányt láttam, egyetemen tanítottam az amerikai kampánytörténetet, tehát nekem viszonylag sok tudásom volt, praktikus tudásom volt, egy kampány hogyan néz ki, és azt gondoltam, hogy ez a praktikus tudás még egy olyan eleme ennek a kirakós játéknak, amely sikeres kampányhoz kell, és végül is csináltunk egy ma azt gondolom, hogy rendkívül professzionális kampányt, ahhoz képest, hogy mennyire nem volt pénzük, hogy minden önkéntes munkában dolgozott én is, és tulajdonképpen egy olyan kampányt csinált az LMP 2010-ben, ami szerintem szakmai értelemben is, tehát is nagyon érdekes volt. És hát ugye az LMP, amikor én kampányfőnök lettem, 1%-on volt, és aztán 7,5-re jutott be a parlamentbe, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem volt egy sikertelen vállalkozás. Emlékszel, hogy volt egy olyan párt, hogy humanista párt? Hogyne. Váradi Tiborra is emlékszel, aki... Hogyne. Na ő nagyon hamar vagy belelátott, vagy megsértődött. Mi volt ott a helyzet, amikor ő szakította az LMP-vel, hiszen ők együtt akartak indulni? Igen, ugye 2009-ben az LMP első indulásánál, erre már talán nem emlékszünk, de az LMP és a humanista párt közös listája kapta azt a közel 3%-ot, ami akkor úgy mutatta, hogy itt azért van valami fajta fogadókészség, valami fajta új politikára. És a humanista párt, tehát az akkori LMP-ben egyébként nagyon sokan ennek a kampánynak a vezetői közül is kiszorultak. Már akkor, amikor én odaértem, egyébként nagyon érdekes, hogy a Ujjás Mártonnak van ugye ez az új videó sorozata, ez a Partizán projekt tulajdonképpen, és ebben volt egy beszélgetés olyan emberekkel, akik már csináltak pártszervezetet, és például a Vaj Blanka is beszélt az ő élményeiről. Amikor én bekerültem az LMP-be, akkor őt már kinyírták. Tehát akkor már volt már a belső hatalmi klikkeskedésnek volt már egy olyan fázisa, aminek már volt egy politikai áldozata, és hogyha most az LMP történetét szeretném megrajzolni, akkor a hogyan nyírunk ki egyébként értékes embereket történet, ami aztán most ugye Szél Bernadettel és Hadházi Ákossal tetőzött. Erre mondta abban az időben a Váradi, hogy a rendszerkritika csak egy visszatérő fűszer az LMP-nél. Hát én ennél ányattabban látom a helyzetet, de az biztos, hogy az LMP történet kapcsán van egy olyan rész, amit nagyon nehéz a nyilvánosságnak elmondani, tehát nagyon nehéz olyanoknak átadni, akik ebben nem vettek részt. Az, hogy az LMP-nek a belső szervezeti kultúrája, működésmódja,
az totális ellentéte volt annak a politikának, amit a lehet más üzenete jelent. Tehát belülről nem lehetett más, sőt, lehetett sokkal rosszabb típusú szervezeti kultúra volt. Tehát én annyira rossz hangulatú energiavámpír szervezetben, mint az LMP, soha nem voltam, és azt látom, hogy ez folytató, tehát hogy teleregényként teszi tönkre az embereket, és tényleg már maga az András is besokalt ettől, és akkor utána mások is, tehát tulajdonképpen felfoghatatlan, hogy, és megmondom őszintén, nem is tudom ennek az okát, hogy ez miért alakult így, de az első perctől kezdve egy olyan szervezeti kultúrája volt az LMP-nek, ami iszonyat nagy stressz volt, és én azt gondolom, hogy az a szakítás, aminek az eredményeképpen én elhagytam ezt a pártot, annak számos eleme volt, ha nem lett volna benne ez a borzasztó, folytogató szervezeti belső világ, akkor lehet, hogy én mai napig LMP-s politikus vagyok. Lehet-e azt mondani, kicsit erőszakoltan, hogy az LMP-t a Schiffer András találta ki? Mondom, egy kicsit erőszakoltan, hát nyilván nem egyedül. Igen. Ugye én nem voltam a legelső alapítók között, én nem voltam. Azt mondom, hogy az András, ha nincs az András, akkor az LMP valószínűleg nem jön létre. És valószínűleg nincs még egy olyan név, akit, hogyha kiveszünk a történetből, akkor nem jön létre ez a dolog. Tehát az András együtt nem tudta volna ezt megcsinálni. Tehát neki ebben elérhetetlen érdemei vannak. Szerintem ő egy nagyon sok politikai és emberi erénnyel rendelkező valaki, de neki is van vakfoltja, és ezért egy kicsit az indulásnál az ő karakterei elég erősen meghatározták a szervezet működését, de én nem tartozom azok közé, akiknek összeesküvés elméletei vagy fóbiái vannak az Andrással. Az biztos, hogy tehát azért látni, hogy egy pártot létrehozni, az elsősorban iszonyatos mennyiség meló. És az András elképesztő mennyiségű energiát rakott ebbe bele, és csak egy vicces történet, de valójában Csebben a tenger mutatja, hogy ez hogy van. A feleségem, aki ott ül a pultnál, ő az András egy időben csak úgy hívta, hogy a csajod. Mert az András olyan sokat telefonált nekem, hogy ő azt mondta, hogy az nem lehet, hogy az nyilván viccből, tehát ne értsék félre. Tehát olyan sokszor telefonált, hogy olyan gyanús volt, hogy ez tulajdonképpen valami másfajta kapcsolat, csak átírtam a Mancikát és itt Andrásra a telefonban. Tehát volt olyan, hogy augusztus 24-én karácsony este telefonált, december 24-én, bocsánat, és mondott valami egyébként teljesen lényegtelen dolgot, de tehát ő elképesztő energiát vitt bele. Én ezért nagyon becsülöm, és sajnos ennél nem az, hogy én is egy nagyon munkamániás ember vagyok, de valahogy az a fajta folyamatos pörgés, ami egyébként a sikeres politikusok jellemzője, ebből most nem akarom azt mondani, hogy nem lehet máshogy sikeresnek lenni, csak van egy ilyen típusú politikus, aki egyfolytában pörög, és az András ilyen volt, és enélkül az LMP biztosan nem jött volna létre. Én feltételezek egy olyat, hogy azért ennek a személyiségnek a hatása érződik az LMP későbbi történetén is. Igen, azt gondolom, éppen az, hogy tehát bizonyos szempontból az András meg volt egy olyan hiperaktivitása, volt egy olyan, nem is tudom, hogy mondjam, szóval valahogy nem egy ilyen harmonikus, tehát valahogy olyan, mint aki belemenekül ilyen helyzetekbe, és ott próbál kibontakozni, és valahogy én úgy vagyok vele, hogy szerintem ahhoz, hogy egy párt egy olyan szervezet legyen, amiben jó lenni, ahhoz nagyon sok nem politikai aktivitás is kell, vagy nagyon nem sok nem politikai szempont. Elmondom őszintén, én együttműködő ember vagyok, de hogy vannak emberek, akikkel valahogy nincs ilyen kémiám, és azokkal nem szeretek lenni. És ez például biztos, hogy nekem ilyen szempontból egyfajta politikai korlátot jelent, hogy én nem tudok mindenkivel. Tehát hosszú távon legalábbis nagyon elemészt az erőmet, hogyha mindenkivel jópofizni kell, aki egyébként nem szívesen jópofizok. Tehát az András másféleképpen működött, nagyon instrumentálisan állt az emberi kapcsolatokhoz, és ez szerintem meghatározta az LMP-nek a szervezetét is. És valahogy, mondom, egy ilyen energiavámpír szervezet alakult ki, ahol tehát gyakorlatilag ez a párt elhasználta az összes értékes politikusát. Tehát most gondoljanak bele abban, hogy volt egy olyan párt, amit mondjuk a Schiffer emel, a Jávor Bence, Szabó Timi, Szabó Rebeka,
Sherin Gábor, Szél Bernadett, tehát ezek mind egy párban voltak. Tehát felfoghatatlan, hogy ennyi ember hogyan lehetett, egy szervezet hogyan tudott magából kivetni, és mindent tiszteltem az, akik viszik tovább ezt a pártot, tényleg nem akarom őket semmilyen, sőt, becsülöm őket, hogy még ezt képesek csinálni, mert nem lepődnék meg, hogyha pár év múlva ők is besokalnának. Lehet azt mondani, hogy most a Salai Róbert Benedekek pártja lett? Hát igen, az SRB, ugye neki ez volt a művész neve, és nagyon különös figura. Én nekem egyébként nem volt vele személyes nézetkülönbségem. Engem nem borított föl, de hát azért ő is egy nagyon rabiátus ember, szóval nem könnyű vele. Jó, köszönöm. Na, nem sok közöd van az LMP-hez azóta, igen, de azért van. 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 Például április 3-án tettetek egy ajánlatot az LMP-nek, amire Ungár Péter válaszolt. Mondjam, hogy mit válaszolt? Mondd már, ezeket én törlöm a memóriámból. Helyesen, akkor most felidézem. Az MSZP és Karácsony Gergely ma újra bebizonyította, hogy nem a kormányt akarja leváltani, hanem minél több politikusnak akar még 4 évet a parlamentben, mert ez a párt a túlélésre játszik, másra nem. Gondolom, ez rátok vonatkozott. Hát ugye ez egy érdekes logikai érvelés, mert ugye akkor lesz kormányváltás, hogyha sok ellenzéki képviselő a parlamentben. Tehát ezt nem lenne értem, hogy most akkor milyen között a feszültség a két dolog között. Hát én a választási kampány, most 2018-as kampánynak az utolsó heteit nagyon rosszul éltem meg, mert folyamatosan ment ez a tényleg ipari mennyiségű, bocsánat, kavarás, most nem mondom, hogy mit, de értik. Tehát az egyszerűen teljesen elveszítettük pont a kampány finisében azt a politikai kezdeményező készséget, amit kellett volna csinálni, mert az utolsó percig próbáltunk még valamit kierőszakolni, visszalépéseket, és persze a visszalépések úgy történtek meg, hogy én egyébként magamhoz képest rendkívül agresszív módon visszalépettem néhány jelöltet, aki azóta is nagyon haragszik rám emiatt, de mondjuk emiatt, tehát ez, mondjuk ha ezeket nem lépjük meg, akkor a kétharmad biztosan meg lett volna. Én úgy éreztem, hogy a vége felé úgy éreztem, hogy a kétharmad elkerülhető, ha még lesz néhány visszalépés, és valahogy el is vesztünk ebben a dzsungelben, és az LMP végül is, ugye lehet tudni utólag, hogy ahol visszalépett az LMP, azokat mind kizárták a pártból. Tehát nyilván lett volna ott ebben felelősségérzet sokakban, sőt, hát én tulajdonképpen nagyon sokra tartom azokat, akik úgy mertek visszalépni LMP-s jelöltként, hogy pontosan lehetett tudni, hogy egy nagy baseball ütővel állnak a hátuk mögött, és fejbe csapják őket, ezt megteszik. Megtették, ugye 18. életi jelöltet kizárták, az Ábrahám Júlia, aki 3. kedven visszalépett, ő kilépett a párból, Hatházi Ákos szintén, tehát azt nem szomorú. Tőled kérdezem, azt inkább mondom, hogy Szél Bernadett, ezt hogy élte meg, azt majd tőle szeretném itt megkérdezni, ezt nem tőled kérdezem meg. Nyilván ő hitelesebben tudja elmondani, a hívásomnak eleget tesz. Nem volt olyan érzésed, hogy ugye a Botka projekt ment. Igen. Hogy késő volt, amikor téged kitaláltuk. De hát borkali késő volt, persze. És ez részedről egy merészség volt, hogy ezt bevállaltad? Vagy láttad azt, hogy hát van neked egy pártod, nem túl nagy, neki szüksége van erre? Hát csak azért biztos nem vállaltam volna be. Jó, én most szemterelőt kérdezek. Jól teszem. Igazából akkor már nem nagyon volt szerintem se nekem, sem ennek a világnak, hogy mondja, mozgástere ilyen szempontból. Tehát egy iszonyat nagy, ugye a Botka lemondása, amely önmagában is egy nagyon tanulságos történet, de kicsit messzire vezet, úgyhogy igen, szerintem vegyük fel innen a fonalat. Ugye az úgy történt meg, hogy igazából nem volt semmilyen forgatókönyv arra, hogy akkor most mi fog történni. Én azt tudom, hogy amikor a Botka lemondott, akkor másnap én egyébként teljesen véletlenül, vagy az én részemről véletlenül összetalálkoztam a Botka Laci egyik közvetlen munkatársával, aki azt mondta nekem, hogy jó reggelt, miniszterelnök jelölt úr.
És akkor úgy éreztem, hogy hú, akkor most lehet, hogy ezt a statvétet át kell venni. Aztán ment ott a szerencsétlenkedés, aminek bizonyos szempontból én is részese voltam. Tehát azért a Botka lemondás és az én belépésem között eltelt néhány hónap, amit lehet, hogy legalább azt meg lehetett volna spórolni. Meg voltak ellentmondásos nyilatkozatok ebben az időszakban. Azok mindig vannak. Jó, azok mindig vannak. Ugye nekem az volt a... Ebben az időszakban nekem az volt az elképesztően nehéz, hogy mi az együttel elkezdtünk egy tárgyalás sorozatot. És ennek a tárgyalás sorozatnak most elmesélem az én történetemet, és akkor majd el kell hinni mást, a meséljen a sajátját. Én az első perctől kezdve azt mondtam minden partnernek ezen a beszélgetéseken, hogy én azt abban látok rációt, hogy az együtt és a párbeszéd azok gyakorlatilag legyen egy párfúzió. Tehát, hogy ez két fél párt, tehát a kettő együttán kitesz egy egészet. Más dolog, hogy amit szervezeti révén nyerünk, azt elengedjük világnézetének, tehát az együtt egy szociálliberális párt, a párbeszédnek egy baloldali zöld párt, a kettő együtt, na mindegy, szóval ez nem okozott volna némi problémát, bár talán ezzel együtt is ez tudott volna működni, de én azt az álláspontot képviseltem, hogy ebben a helyzetben ez a úgynevezett koordinált indulás, ez egy marhaság, tehát hogy ebből egy iszonyat nagy fejreállás lesz, és hogy én nagyon egyetértek azzal, hogy mi működjünk együtt, legyen szorosabb a kapcsolat, akár mondom a párfúziót is beleértve, tehát nekünk erről volt testeti döntésünk, hogy mi erről tárgyalhatunk, de én akkor is fenntartottam azt, hogy a baloldali pártoknak közös listán kell indulnia, és nekem együttvezetők tettek olyan ígéretet, hogy ha ennek én vagyok a miniszterelnök jelöltje, akkor ez számukra elfogadható. Aztán kiderült, hogy ez mégsem elfogadható, és akkor adtunk a pofont magunknak, meg aminek, amiket nem emlegetünk így egy étteremben, amit én akkor nagyon nehezen éltem meg, és különösen nehezen éltem meg az azzal kapcsolatos ilyen támadásokat, meg inszinuációkat, amiket én akkor kaptam ebben a körben, akiket én a barátaimként kezeltem, majd a barátaim titkos hangfelvételeket osztak nyilvánosságra, amelyek egyébként szerintem pont azt mutatják, hogy én jót röhögtem ezen, nem tudom, ez a történet megvan-e, amit ugye Berkez Balázs hozott nyilvánosságra. Hát én pont arról beszéltem, hogy szerintem az, hogy ezek a pártok most így együtt valamit itt reszelgetnek, meg egymással kezdenek, hát ebben a helyzetben, amikor így jön a harmadik kétharmad, hát ez még engem sem érdekel, nem hogy a választópolgárokat, hogy akkor külön lista, közös lista. Szóval valamilyen egységet föl kell tudni mutatni, és szerintem egyébként a DK is egy hibás döntés hozott a saját szempontjából, szerintem a saját szempontjából is. Ha akkor létrejön egy közös lista, amit az én vezetésemmel meg is csinálja a kampányt, akkor most szerintem nincs kétharmad. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a Jobbik... Tehát több oka volt annak, hogy nem sikerült ezt a borzasztó változás eredményt megakadályozni. Az egyik az, hogy az LMP nem tudott eléggé kooperálni, ez volt az egyik összetevő, ez is lehetett volna valami. De igazából az óriási probléma az volt, hogy kialakult egy olyan hangulat, hogy ez a bizonyos esélyes jelölt kommunikáció, ami Budapesten segített nyerni néhány egyénit, de az ország 80%-ában vitte a Jobbik felé a szavazóinkat, és részben azért, mert a baloldal megosztott volt. Most szeretném mondani, hogy a Jobbikról pontosan lehetett tudni, én egyébként erről kötöttem fogadást, hogy a Jobbik egy egyéni körzetnél nem fog többet megnyerni, a baloldal pedig 10 fölött lesz. Tehát az egy teljes becsapás, amit a teljes Simicska média tolt, hogy a Jobbik az esélyes kihívó, a nagy túló. Mert ahol lehet egyéniket nyerni, ott nem a Jobbik fogja megnyerni, hanem a baloldali pártok. És ez egyébként így lett Dunai város, amit én, hát hogy mondjam, nehezen élek meg, hogy egy régi baloldali felnegvár a Jobbik adja az egyéni körzetet képviselőt. Igen, de hát nyilván ennek megvannak a maga szociológiai politika történet okai. De hogyha lett volna a baloldali egység, és nem ez a koordinált indulásos teljes katyvasz alakul ki, akkor a baloldal meg tudta volna tartani azt a képét, hogy ő az esélyes kihívó, és akkor nem egyéni, nem, akkor megnyertünk volna szerintem még 10 körzetet, és akkor most egy kicsit más országban élünk. Igen, egy kicsit mást is látok én itt hibának. Egyrészt említetted a Simicska médiát. Ilyen médiája nem volt a baloldalnak. Ugye az egy klubrádión kívül nincs médiája. Nincs. A másik, hogy a Jobbik iszonyatos munkát végzett vidéken.
én ezt a munkát vidéken nem láttam a, mondjuk így most a szocik részéről, hogy ezt elvégezték volna vidéken. Elég sűrűn járok vidékre, és hallom az embereket, hogy miről beszélnek. Nem vitatkozom veled, vagy csak egy picit árnyalnám, amit mondasz. Egyrészt a Jobbik 2004 óta rengeteg munkát elvégzett. Tehát az, hogy van a Jobbik nevű párt, ugyanazt tudom mondani, mint a Schiffer esetében, tehát abban elképesztő mennyiségű munka. Szóval munka van, elvégzett munka, ami egyébként a bal oldalon sem teljesen hiányos. De igazából az volt a hangulat sajnos az MSZP és a DK közötti megállapodás után, hogy felosztották egymáshoz a körzeteket, de ezek valójában azért vannak, hogy hozzák a töredék szavazatot, meg a lista kampányt, és akkor tényleg vannak olyan komoly baloldali tradícióval rendelkező válaszok, de akkor 5%-ot kapott a baloldali jelölt. Tehát így gyakorlatilag beállt a földbe, amit én azért nem tudok csak szervezeti munkával magyarázni, egyszerűen az van, hogy iszonyat erős nyomás volt az embereken, hogy az Orbánt le kell váltani, ahhoz esélyes jelöltre kell szavazni, és valójában átszavaztak egyébként egy esélytelen jobbikos jelöltre annak érdekében, hogy legyen győzelem, és a győzelem elmaradt, de közben a demokratikus ellenzéknek a vidéki szavazótábora azt így elsodott az élet. És ugye az a baj, hogy az elmúlt időszakban ezt nem sikerült helyreállítani, már pedig bármit is gondolunk a jövőről, akkor inkább azt mondanom, hogy én azt gondolom, hogy annak az alternatívája, hogy ennek a politikai rezsimnek egyszer egy parlamenti választás által lesz vége, szerintem ennek nem nagyon van alternatíva. Tehát lehet azt mondani, hogy lehet a pálya Fidesznek, meg a ilyen a választási rendszer, meg így torzít, meg úgy torzít. Tényleg 10 évig tanítottam választási rendszereket az egyetemen, tehát ezt értem, tehát viszonylag azt gondolom, hogy ezeket könnyű látni. Csak nem látom ennek az alternatíváját. Most nyilván, amíg odáig eljutunk, nagyon sok mindennek meg kell még változnia. Tehát ez nem úgy van, hogy hirtelen egyszer csak megnyerjük a választás, és akkor az úgy leesik a holdról. Tehát abban is rengeteg munka lesz. Márpedig, ha ez így van, akkor ez részben nem politikai, vagy nem kifejezetten világnézeti politikai munkát feltételez, hanem szervezetépítés feltételez. És hogyha valaki követte azt a nagyon, egyébként szerintem nagyon érdekes vitát, vagy inkább beszélgetést, mert nagyon vitatta senki, amit Filippo Gábor írta ezekről az úgynevezett hibrid rezsimekről. Tehát ezeknek az egyetlen közös pont, hogy ezek a rendszerek hogyan dőlnek meg, hogy van egy nagyon erősen szervezett ellenzék. Tehát magyarán politikai szervezetek nélkül ez nem fog működni. És igazából azok a szervezetek, amik most vannak, azok részben például a vidéki szervezetei a demokratikus ellenzéki pártoknak, hát azok eléggé megkoptak, és részben azért is, mert a Jobbik felé gravitáltak, miközben én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy egy szélsőjobboldali kormányt azt nem jobbról, nem balról kell leváltani, most függetlenül attól, hogy mit értünk baloldal alatt, meg hogy az ez mennyire baloldal, meg hogy... De... mi a baloldal egyáltalán? Hát, igen, tehát ugye aki a Fidesztől jobbra van, az már leesik, hogy idézzek, azt hiszem, ki mondta ezt a... Bajer Zsolt. Tehát ugye ott nem nagyon van keresnivaló. De én azt gondolom, hogy ezt a hálózatot újra kell építeni. Tehát itt nagyon komoly problémák vannak. 17 októberében az ATV-n mondtad, hogy kizárt, hogy 2/3 legyen, ahhoz nagyon hülyének kellene lenni az ellenzéknek. És ezt én vastagon írtam magamnak. Na és nem lett igazam? De. Jó, a mondat első része az, hogy az kizár. Hát abban nem lett igazam. De ahhoz, hogy ehhez nagyon hülyének kell lenni, abban igazam lett. Igen. Na most nem a jósnőnél vagy, úgyhogy nem fogunk, de azért kicsit előre kell nézni, mert jön a május. Igen. Jön a május, és egyes feltételezések szerint, és ezek nem is magyar feltételezések, európaiak, uniósak, van esély rá, hogy a Fidesz mind a 21 mandátumot elviszi. Mi a véleményed erről? Gondolj bele az európai parlamenti választás metodikájába. Persze. Hát nem, azért ezt nem gondolom. Ugye most, ha jól emlékszem, 13 képviselője van a Fidesznek a 21-ből, ami borzasztó sok. Most lesz 21, ugye a Brexit miatt. Szerintem 21 van most is. 21 van. 21 van most is.
Igen, 22-vel indultunk, és aztán Bulgária csatlakozása után csökkent. Ugye a Brexitnek még nincs vége, tehát azok a emberek, akik ugye a kilépés mellett érveltek, azok még meg is üdvözölték is ugye Orbán Viktort a Brexit klubban, amikor legutóbb az Európai Parlamentben járt. Nem, hát azért ezt nem gondolom. Tehát az, hogy az ellenzék ne szerezzen mandátumot, az most tényleg kizárt. Az lenne a nagyon jó, és én ezt egy olyan reális politikai célkitűzésnek gondolom, amiért érdemes küzdeni. Fogadó irodában lehet, hogy nem erre szavaznék, de az, hogy a 21 mandátumnak a többsége a Fideszi legyen, ez szerintem ezért érdemes, ez egy reális politikai célkitűzés. Hogy a többsége legyen a Fideszi? Hát nézd, hogyha... Tehát maximum 10 lesz a Fidesznek? Hát... Én ezt most így fordítom. Én jól fordítom. Szerintem én magam részéről ezt a hétvégén a saját pártom, meg az MSZP választmánygyűlésén is mi nem lehet érvettem, szerintem legyen az a célunk, hogy az a szövetség, aminek itt van a kis emblémája, itt a zakó zsebembe. Csak nem gondolom, hogy egyik fegyelmezet is mindig elfejtünk. De kirakom ezt. Ide. Tehát ez egy olyan, ugye az EU és a HU rövidítésekből van, és egy... De szerintem szellemes egyébként. Igen. A szívecske mindenképp, meg a kék szín nekem nagyon szimpatikus. Európa színe. Tudom. Igen. Nekem zöldben jobban tetszene, de mivel az Európa színe kék, ezért ezt is így nagyon szeretem. Szóval azt akarom mondani, hogy... Szóval az, hogy... A parlamenti választáson a Fidesz ugye majdnem elvitte a szavazatok többségét, de nem vitte el. Tehát, hogy legalább eljussunk odáig, hogy azt mondjuk, hogy azok, akik a Magyarországot képítsük az Európai Parlamentben, annak a többsége nem fideszes, szerintem ez olyan cél, amit mondom, nem erre fogadnék a fogadói irodán, de valamilyen célt ki kell tűzni. De van egy másik cél, amit viszont szintén fontosnak gondolok. Én azt szeretném, hogyha ez a szövetség, aminek jelenleg két tagja van, az MSZP és a Párbeszéd, de őszintén komolyan gondoljuk azt, hogy ez bővíthető, ez a szövetség legyen a legerősebb lista a Fidesz után. Ez a másik. Kivel bővíthető? Ungár Péter? Én nem gondolom azt, hogy... Természetesen, hogyha jön az LMP vagy a DK, akkor nagyon fogunk örülni, ha nem fognak jönni, akkor viszont nem fogunk meglepődni. Viszont azt látni kell, hogy a parlamenti választás utáni tüntetések különösen erősen mutatták azt, hogy van egy nagyon erős igény egy új ellenzékre. És hogy ez az új ellenzék szerveződik, és ez az új ellenzék, amelyet mondjuk a Hatházi Ákos féle aláírásgyűjtés képvisel, amit a Márki-Zay féle egyesület képvisel, ezzel az új ellenzékkel mi számolunk, mi potenciális partner. Hogy ez azt jelenti azt, hogy ők bejegyeznek egy pártot, és azzal megyünk közösen, hogy küldenek erre a listára embereket, akik akár bejutásra esélyes helyen ezen a listán szerepelnek, vagy egyszerűen olyanok, akik, hogy mondjam, adják a nevüket ehhez a vállalkozáshoz. Ebben én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak beszélgetés alapján erre van reális esély. Tehát én nagyon nem szeretném, hogyha nem lenne egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan hangulatot szeretnénk kialakítani, hogy van tere annak, hogy különböző világnézetű emberek az európai Magyarország ügye érdekében együttműködjenek, és én azt gondolom, hogy ezt létre fogjuk tudni hozni. És éppen ezért, meg látom azt, hogy azért itt az ellenzék oldalon egy komoly válság van bizonyos pártoknál, hogy ez lehetővé tesz, hogy ez a szövetség legyen a legerősebb. És az is nagyon fontos egyébként, hogy a Jobbik vagy az LMP válsága, most szerintem az abból származik, hogy ezeknek a pártoknak volt egy olyan politikai stratégiája, amit elhitettek magukkal meg a választóikkal, de alapvetően nem volt igaz. Mégpedig az, hogy ők önállóan is képesek politikai változást elérni. Tehát minden tiszteletem Szél Bernadettét, de amikor azt mondta, hogy ő lesz majd Szél kormány, akkor nem tudom, hogy nem rögt el magát. Amikor Vona Gábor azt mondta, hogy a Jobbik egyedül megnyeri a választást, és négy szem közt is ezt mondta. Tehát nekem úgy tűnt, hogy ez már súlyosabb. Hogy nézd, tehát nekem úgy tűnt, hogy ő ezt így tényleg komolyan gondolja, hogy ők meg fogják nyerni a választást. Én mondtam neki, hogy Gábor, biztos vagyok benne, hogy egy kezdőn meg tudom számolni, hogy hány egyéni közöttet nyer a Jobbik, de lehet, hogy egyet se. És ezen teljesen elképett és elsápadt. És hát egyet nyertek meg. Márpedig ugye ez egy olyan meccs, amit jellemzően egyéni választókat, hogy mandátumokban számolunk, mert ott dől el az, hogy megy a kormány, vagy marad.
Úgyhogy ezek a pártok azért vannak most mély válságban, mert becsapták saját magukat, meg a választóikat, mert ebben a bárki bármit mond, tudom, hogy az összefogás szónál nincsen nagyobb gics, meg nincsen semmi jobban lejáratva, meg elhasználva, meg erodálva, meg infrálva, meg nem tudom még miket mondjak. Az a helyzet, hogy össze kell fogni. Tehát ezzel nem változtat azt, hogy eddig ez nem sikerült. Említetted a civilek szerepét, látod erősödni ebben az összefogásban? Vagy hogy egy hajtóerőt jelentene a civilek szerepe? Abszolút. Igen. Tehát, és nem lehetne jó oda áthelyezni a súlypontot a mostani pártvezetős politikáról? Mert állandóan személyekről beszélünk. De, hát ha rajta múlna, és ezt a törvények megengednék, akkor én az Európai Pártok Szövetsége civil szervezet színeiben indulnék ezen a választáson. Ez sajnos nem engedi meg a törvények. De például az, hogy az önkormányzati választáson, mondjuk például Budapesten, a demokratikus ellenzék az ne a pártokban merüljön ki, hanem a létező civil világot magában hordozó társadalmi koalíció legyen, ami egyébként éppen a civilségét és ha nem pártos jellegét mutatandó, eleve egy civil szervezet jogi formáját ölti, azt én nagyon határozottan képviselem a nyilvánosságban is, meg a tárgyalásokon is. Vállalod az EP lista vezetését? Most te. Most én? Most te vállalod, de most nem az, hogy lesz-e ilyen, vagy megbíznak-e, vagy felkérnek, te vállalod-e. Hát amire nem kérnek fel, arra nem tudok. Tehát hogy mondjam, egy politikus mindenre jelentkezik. Ha felkérnek, vállalod? Nem kértek fel, úgyhogy nem tudok elválaszolni. Nem. Igazából... Azt mondja, hogy nem politikus. Ugye az van, hogy tehát még télapónak nem kértek fel, de már mindennek. Tehát, hogy kicsit úgy érzem, hogy nyilván nekem imponál, hogy én ennyire kapós árucik vagyok a bizonyos pártok házatáján, meg a káder problémákat mindig én oldom meg. De azért jellemzően engem úgy szoktak elképzelni, hogy úgy vagyok listavezető, de azért a mandátumot nevet föl. Tehát, hogy jó, húzd meg a listát, hogy még két ember bekerüljön, meg legyél főpolgármester jelölt is, mert akkor még majd akkor megnyerjük az ezt a kerületet, meg azt a kerületet is, mert akkor lesz egy jó budapesti kampány. Hát ha nem nyered meg, akkor nagyon fogunk sajnálni. Ezt a, hogy mondjam, én egy viszonylag ilyen altruista ember vagyok, tehát a közösség az minden. Meg szívesen vagyok ősi halott, csak ugye már egyszer voltam, tehát... A székvalásést is vállalod? Benne van? Hát az a baj, ez benne van, és valójában az én személyes politikai ambícióm az sokkal szerényebb, mint ezek a nagy ívű tervek. Tehát én például nagyon szeretek Zuglóban polgármester lenni, ezt láttam most a legnehezebbnek, tehát Vatikán nagykövetnek valószínűleg hamarabb neveznek egy baloldal, mint az, hogy hagyjanak ott, hogy például ott folytassam a munkámat. Most menjünk el egy kicsit Zuglóba. Jó. Számomra kedves kerület, mert ott születtem. Régen. Csömöri út 48 alatt laktam, talán tudod merre van. Igen, hogyne. Rákospatak közelében. Igen. Ott régen ilyen bolgárkertek voltak szemben. Na, csak segítsek. 9 baloldali és 9 fideszes képviselőtestületben, ha jól számoltam, hanem egy... Hát 10, tehát 8 MSZP-s van, 2 párbeszédes, velem egy út, és 9 fideszes, igen. Van egy jobbikos, igen. Van egy LMP-s, igen. És van egy civil. Igen. Azt mond meg, hogy a költségvetést hogy fogadjátok el? Hát ez minden évben egy nagyon érdekes politikai művelet. Eddig mindig megoldottuk, tehát valahogy most is megfogjuk, de fogalmam sincs, hogy őszinte legyek. Tehát de tudod, hogy kik szavazzák meg? Hát még nem tudom. Még, kik szavazták meg? Még egy ember hiányzik. Értem. Tehát ugye 12 szavazat kell ahhoz, hogy meglegyen, még egyet keresünk. De volt, amikor olyan jól sikerül, hogy volt már 22-ig, tehát volt, amikor teljes konszenzussal szavazták meg, ami egyébként egy ilyen háborús övezetben, mint Zugló, azért ez nagy teljesítmény. Volt, amikor 13-an, szóval eddig mindenben oldottuk. Most a parlamenti választásra való felkészülés miatt viszonylag nehéz volt összerakni a többséget az idei költségvetésre.
de végül is akkor is sikerült. Előtte egyébként a korábbi években a Fidesz is megszavazta a költségvetést, ami hát sok nyilván kompromisszumokkal jár egy ilyen. Ezért adni kellett a Fidesznek is valamit. Hát igen, nem a Fidesznek adtuk, hanem az ő politikai prioritásait. Te erre gondoltam, igen, persze, igen, hát nem konkrétan. Hát lehet, hogy úgyis valaki úgy gondoltam, hogy konkrétan. Igen. Elő-elő fordul ilyesmi, igen. Nem Zuglóban, máshol. De egyébként a kérdésed mögött nyilván az van, hogy ez egy nagyon nagy tanuló időszak volt nekem abban a szónak, abban az értelmében, hogy én, aki egy ilyen értelmiségi pályáról kerültem be a politikába, és ugye ellenzéki parlamenti képviselőként kezdeni egy ilyen rezsim, hogy mondjam, első időszakában a politikát, az egy nagyon torz politikai szocializáció, mert az ember azt gondolja, hogy politizálni az azt jelenti, hogy én molinózok a parlamentben. Mert egyébként tényleg ezt csináltam, amikor én parlamenti képviselő lettem, akkor nagyon komolyan vettem a munkámat, emlékszem a média törvény, ami az első ilyen nagy törvény volt, 86 módosító indítványt írtunk, és olyan büszke voltam, hogy nekem 86 módosító indítványom van, és akkor a Mandó Laci betolt 95-öt, akkor agyvérzést kaptam, hogy a Mandó Lacinak több módosító indítványa van. És akkor utána úgy nagyon gyorsan eszméltem, hogy ennek totálisan semmi értelme nincsen, mert tényleg senkit nem érdekel, hogy hány módosító indítványom van, tehát arra, hogy így, hát tudom, hogy ma már ez nevetséges, hát én is röhögök magamon, de én teljesen kiborultam, amikor, de hát nem olvasták el a módosító indítványomat. Tehát ma már ugye jó, hogy nem lőnek le, tehát de most nem akar ezt elvicceli, tehát nyilván, és azon vettem észre magamat a ciklus végén, hogy tényleg molinózunk, meg dobáljuk kék cédulával a fideszeseket, meg, de hogy ez egy teljesen, ez egy torz politikai szocializáció a szónak abban az értelmében, hogy egy normális demokráciában egy politikusnak a pályai az úgy néz ki, hogy mondjuk önkormányzatban elkezdi a politizálást, akkor lesz belőle polgármester, aztán lesz belőle egy tartományi, nem? Tehát, hogy magyarán politikusnak lenni, azt meg kell tanulni. Tehát például abban, hogy hogyan van egy kerületben költségvetés, és akkor hogyan kell egyeztetni, embereket erre meggyőzni, tudni azt, hogy mik azok a kompromisszumok, amelyek a kerület érdekét szolgálják, és mik azok, amik nem vállalhatóak, és ezt a határt pontosan érezni. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy tanulópálya. Egyébként meg én azért nagyon szerettem ezt a dolgot minden foki nehézség ellenére, és nem idealizálom, ami történik. Nem azt állítom, hogy minden szuper, de azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy Zuglónak egyébként milyen nehéz előtörténete volt, mert Zuglóban mindig nagyon nagy volt a politikai ingovány, hogy úgy mondjam. És ahhoz képest, hogy gyakorlatilag egy ilyen, hát emlékszem, amikor elsőnek mentem megválasztott polgármesterként az ATV-be, akkor ez volt a felkonf, hogy akkor Zugló lesz az új Esztergom? És akkor éreztem, hogy hú, hát ez... És hát ezért az... Tehát, hogy ez benne volt a pakliban, és aztán nem így alakult, amire én egyrészt büszke vagyok, másrészt meg egy csomó mindent csináltunk Zuglóban, amire meg egyébként is büszke vagyok. Tehát nem csak egyszerűen valahogy megoldottuk, hogy egy ilyen széthúzó testület mégiscsak képes legyen az alapvető dolgokat elvégezni, hanem már csináltunk néhány dolgot, ami szerintem maradandó. Mi lesz októberben? Októberben? Hát lesz egy önkormányzati választás. Például. Kell ősz. Igen. És kiindul Zuglóban polgármester jelöltként? Hát két opció van, az egyik az, hogy én, a másik az, hogy nem én. Azt mondd meg nekem még itt végezetül, hogy mi a véleményed a Molnár Zsoltot hallgattam az előválasztásról, hogy lesz főpolgármesteri előválasztás. Én nagyon nagy hiba vagyok az előválasztásnak. Igazából még nem is voltam politikus, amikor én erre felfigyeltem erre az intézményre, és sokat vizsgáltam ezeket a példákat, főleg Olaszországból, ahol ugye 2006-ban volt az első, pontosan a 2005-ben a 2006-os olasz választásra való felkészülésben alkalmazták ezt a módszert. Aztán helyben, nagyon sok helyen, most már Erdélyben is, Marosvásárhelyen is volt ilyen, tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye, az hozza létre ezt az intézményt, vagy az ennek jelentőséget, hogy eléggé elszakadt egymástól a pártok és a polgároknak a világa. Tehát régen nagy tömegpártok voltak, milliós pártagsággal,
olyan pártjaik voltak az európai demokráciáknak, egyik Magyarországon is a mondjuk 1945 után, hát ez nagyon komoly létszámmal bíró pártok voltak, tehát emberek milliói tartoztak ehhez, és de valahogy ez így elkapott, és egyfajta szakadék, vagy hát nem is szakadék, de egy eltávolodás kialakult az emberek és a pártok között, és akkor ezt valahogy ugye megpróbálták a pártok valamilyen innovációval, valamilyen szervezeti technikával ezt a hidat újraépíteni. És az ellenzék esetében meg van egy másik probléma is ráadásul, egyrészt az, hogy mindenki fanyalgó a pártokra, tehát tulajdonképpen én is, de hogy ezért van egy ilyen hangulat, hogy persze utáljuk a Fidesz, de tulajdonképpen az ellenzék az miért ilyen vacak, mert nem csinálok semmit, és azt a kérdést ugye... Meg a NER része. Hát igen, de mindenki a NER része, már abban az értelemben, hogy itt élünk, adót fizetünk, nem sztrájkolunk, tehát mindenki a NER része. Mármint, hogy nem gondolom, hogy az ellenzéki pártok jobban a NER részesei lennének, vagy szóval nem árulók, hanem egyszerűen az, hogy a NER-nek pont ez a trükkje, hogy ha innen nézem demokrácia, ha innen nézem, akkor nem. És akkor most egy párt, akkor most honnan nézem? Most menjünk be a parlamentbe? Nem menjünk be a parlamentbe? Ugye ez egy érdekes vita, hogy elindultuk a választáson, és akkor most, hát bocsika, nem jött be, akkor inkább nem megyünk be. És akkor legközelebb mi lesz? Akkor majd hogyan döntjük meg ezt a rendszert, akkor az utcáról? Én nem látom itt a sorban álló tömegeket, vagy sztrájkolni fogunk, vagy akkor még egyszer lesz választás, de hogyha nem nyerjük meg, akkor nem megyünk be. Tehát, hogy ez, tehát ennek pont ez a trükk, tehát ez az úgynevezett hibrid rezsimnek ez a trükkje. És azt akarom csak mondani, hogy ráadásul túl azon, hogy van egy pártellenes közhangulat, ami egyébként nagyon régóta van, hiszen az állampárt miatt nem szeretjük a pártokat, tehát ugye ez egy hogy a szocializmusnak ez egy haladó hagyománya, igen, a polgári öntudatnak, hogy nem lépünk be pártokba, ami ugye demokratikus keretek között tulajdonképpen kontraproduktívá válik, mert egy polgári társadalomban, ott, ahol egyébként demokratikus pártverseny van, ott pártanak lenni, az tulajdonképpen egy civil aktivitás, de ugye ezt mi nem csináljuk. Tehát van egy ilyen része, és másik pedig az, hogy az ellenzék széttagolt. Tehát igazából arra a problémára is, hogy hogyan tudjuk a választópolgárokat bevonni a döntésekbe, és ne az annyira, hogy a pártok lenyomják a választók torkán, hogy akkor ha tetszik, nem, erre kell szavazni, ezt a problémát is megoldja. Meg azt a problémát is megoldja, hogy hogyan lesz mondjuk annak a nem tudom hány ellenzéki pártnak Budapesten, ami között ilyen, tehát ha valaki megnézi a budapesti listás eredményeket, ugye kapott a Fidesz 38%-ot, az MSZP Párbeszéd kapott 18-at, a DK kapott 10-et, az LMP 10-et, a Momentum 6-ot, tehát egy magyarán egy ilyen nagyon szép, sokszínű ellenzéki tábor van, amely, hogyha együtt indul, akkor nyer, ha külön indul, akkor veszít. És akkor, de hogyan fogunk találni egy jelöltet? Bemegyünk egy szobába, bezárjuk az ajtót, eszünk sok ropit, és a végén kimegyünk, és azt mondjuk, hogy Gipsz Jakab a jelölt? Nem így volt eddig? Hát... De. 4 év az volt a hozzáállás, hogy csak ne a Horváth Csaba legyen. Találj valami civil. Tényleg ez volt, voltam. Tehát, hallottuk. Igen, és hát kiváló embereket egyébként hoztunk lehetetlen helyzetben, mert az hiába lesz valaki a Falus Ferenc, egy nagyon jó ember. Én azt gondoltam, hogy egy jó jelölt lesz. Az nem úgy van ám, hogyha valaki bekerül a politika fő sodrába, és kap egy akkora stresszt, hogy csak na, nagyon könnyű hibázni. Tehát, a Bokros Lajos. Hát a Bokros Lajos egy más dolog, mert ugye a Bokros Lajos mindig is közszereplő volt. De hogy ez a bénázás, ami ott lement, amit közösen elkövettünk, ennek az... Vannak-e már nevek erre az előválasztási listára? Mert a Molnár Zsolt azt mondta, hogy nevek lesznek. Igen. Hát egyrészt ugye minden választásnak akkor van jelentősége, ha vannak rajta indulók. Ugye ez egy szükséges dolog. De ahhoz, hogy legyenek indulók, ahhoz kell egy olyan rendszer, amivel érdemes elindulni. Én például nagyon fontosnak érzem, hogy, és ebben volt egy kis munkám, hogy a Puzsér Robi olyan előválasztást legyen, amilyen a Puzsér el tud indulni. És, hát egyelőre még ezt nem... Én még adok erre egy kis esélyt. Egyeztetünk, egyébként amit ő megfogalmazott, hogy tegyük a rendszerbe, az végül is már benne van. Ha nem akarok belemenni a technikai részletekbe, de ugye ez az internetes szavazás, ez nagyon jól hangzik elsőre, de valójában, ahol van internetes szavazás, ott is azt teszi lehetővé, hogy egyszer van egy személyes regisztráció. Tehát a polgárnak, aki lehet, hogy a klaviatúrán nyomja be a gombot,
hogy akkor Puzsér Robira akar szavazni, neki először el kell mennie valahol, ahol bemutatja a lakcímkártyáját, bemutatja a személyigazolványát, bemutatja, hogy nem egy pártaktivista a Fidesztől, hanem ő egy állampolgár, megadja az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását, tehát magyarán kell egy személyes regisztráció. És nem egy troll. És nem egy troll, ez nagyon fontos. Ha kialakul egy olyan előválasztás, ami például az eddig felmerült összes jelölt el tud indulni, azt szerintem iszonyatosan sokat változtatna azon együtt, amiben vagyunk. És én azt szoktam mondani, és tényleg ezt gondolom, hogyha sikerül megállapodni ezekben a részletekben, és kialakul egy olyan folyamat, ami a mérvadó szereplők számára elfogadható, akkor én azon el fogok indulni. Köszönjük szépen! Karácsony Gergely volt a Belvárosi Liberális Klub vendége. Köszönöm azt is, amire válaszoltál, amire nem, abból is őszinte voltál, én úgy gondolom. Köszönöm, hogy kíváncsi.